támogatásra számíthatnak. A földművelésügyi miniszter segítségét kéri a megyei közgyűlés a fagykárt szenvedett gazdák érdekében. Jogerős ítélet. Felmentette a bíróság azt a férfit, aki megölte édesapját. A nyíregyházi törvényszék elrendelte a pszichiátriai beteg kényszergyógykezelését. Nyíregyházán tanácskoztak. Nem ért egyet az oktatási államtitkár törvényjavaslatával Dúró Dóra, a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke. A földművelésügyi miniszter segítségét kéri a megyei közgyűlés a fagykárt szenvedett gazdák érdekében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről fogadott el előterjesztést mai ülésén a testület. Ellenzéki javaslatra nem csak a gyümölcstermesztők, hanem a méhészek is számíthatnak kárfelmérésre. A megyében a jelenlegi adatok szerint leginkább az alma és a megy károsodott. A termőterületek 10%-a fagyott le április 21-e és 23-a között. Szájtó szövetekben lévő víz és a gyümölcsben lévő víz, az megfagyott. Ványi Gábor termelő mutatta április 22-én, hogy megfagyott a cseresznyefa virága. A fagykárral foglalkozott mai ülésen a megyei közgyűlés is. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt mondta, a testület a földművelésügyi minisztertől kér kiemelt segítséget a kárt szenvedett megyei gazdáknak. Az elnök úr a miniszter úr felé, a földművelésügyi minisztér felé fog jelzéssel érni, hogy kiemelten figyeljen oda, és valamilyen kezelési lehetőséget, enyhítést próbáljon megoldani az elszenvedetteknek, a gyümölcsösöknek, a gazdáknak, a termelőknek természetesen, hogy ez enyhítse az ő problémájukat. Veres János, szocialista képviselő támogatta az előterjesztést. Szerinte a kormányzat nem fordít kellő figyelmet a problémára, ezért kell a megyei közgyűlésnek lépni. Ennek az előterjesztésnek az idekerülését kifejezetten üdvözlöm. Örülök annak, hogy végül is belátta a kormánypárti többség is, hogy kell felterjesztést tennünk a minisztériumhoz. Ugye ez azért kellett, hogy belássák, mert láthatóan a minisztérium nem eléggé gyorsan és nem elég operatívan avatkozik be ebbe a helyzetbe. Nem csak a gyümölcsfák, hanem az akác is lefagyott idén. A légifelvételen látszik, hogy a 3 méternél alacsonyabb fák teljesen elfeketedtek. Így idén kevesebb lesz az akácméz is. A jobbikos Adorján Béla azt mondta, egyedülálló, hogy a megyei közgyűlés a méhészekre is figyel. Ez egy jelentős áttörés, és nagyon pozitívan értékeljük, hogy javaslatunkra ez a méhészeti ágazat is bekerült a kárhelyítési, vagy egyáltalán a kárvizsgálati szektorba, és a jövőben talán meg tudjuk óvni ezt a fajta mezőgazdasági tevékenységet, amely jelentős megélhetést biztosít jelentős mennyiségű családnak itt Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében. A testület elnöke arról beszélt, hogy az adatok szerint 2300 megyei kárbejelentés érkezett az áprilisi fagy miatt. Sesszák Oszkár abban bízik, hogy a rendelkezésre álló 20 milliárd forintos alap kellő segítséget nyújt a gazdáknak. 20 milliárd forint van azban az alapban, amelyből kártérítéssel élhetnek a gazdák, kártérítési igényel élhetnek a gazdák. Persze nem csak a megyében volt fagy, hanem az ország számos más pontján is, a Dunántúlon is. Remélem azért, hogy ez a kárnyitási rendszer, ez már komolyabb segítséget jelenthet, tényleges segítséget jelenthet a kárszenvedetteknek, és át tudják vészelni ezt a nehéz helyzetet. A testületi ülésen Helmeci László önkormányzati képviselő javaslatot tett arra, hogy a Nyíregyháza és Dombrát közötti jelenleg nem működő kisvasúti szakaszt indítsák újra. Ha lehet újabban kisvasutakat létesíteni, akkor amit megvan, nem kéne valamiféle pályázattal beüzemelni. Egy gyönyörű 20 települést érintett ez a vasút, Sóstót, gyönyörű szépen kimegy a Tiszapartra. Én azt gondolom, hogy nekünk is oda lehetne figyelni, nem csak Felcsútnak. A közgyűlés emellett több gazdasági szervezetének, többek között a Kölcsei Televízió tavalyi pénzügyi beszámolóját és idei üzleti tervét is elfogadta. A testület következő ülését május 20-án a megyenapján tartja Szabolcsban és Nyírbogáton. Felmentette a bíróság azt a férfit, aki akár életfogytig tartó büntetést is kaphatott volna, mivel megölte édesapját, valamint életveszélyesen megsebesítette édesanyját és nővérét. Az eset 2014. decemberében történt Fábiánházán. A vádlott kezelés alatt álló pszichiátriai beteg, aki a gyilkosság idején nem szedte a gyógyszereit. A nyíregyházi törvényszék elrendelte a férfi kényszergyógykezelését, az ítélet jogerős. A vádlott bilincsel a kezén, az ujjaival játszva, szemtelen arccal hallgatta a bírói indoklást.
A tanács elnöke szerint a férfi nem biztos, hogy teljesen megérti, mi folyik körülötte. A szakértői vélemények szerint a kóros elmállapota miatt még az eljárás alapvető szabályait sem érti. A férfi több mint 10 éve kezelés alatt állt, és évek óta terrorizálta a családját. A cselekményeknek előzményét képezi az, hogy Miklós vádott már igen régóta, mégpedig 2004 óta hasadásos elmebetegségben szenved, és emiatt többször állt pszichiátriai kezelés alatt is. Ugyanakkor felmerült az, hogy a cselekmény, az elbírálandó cselekményt megelőzően rövid idővel a vádlott elhanyagolta a gyógyszereinek a szedését. Valószínűleg emiatt fokozódott az agresszivitása, amivel magyarázható az, hogy a családtagjait félelemben tartotta. A vádlott az elkövetés éjszakáján egy 27,5 centis késsel támadt a családtagjaira. A nővére és az édesanyja életveszélyes sérüléseket szenvedett a számtalan késszúrástól, az édesapja pedig belehalt a támadásba. Az őt ért 21 késszúrás közül a szívet érő sérülés perceken belül a halálát okozta. Miklós vádlott. Amikor ezt a cselekményt elkövette, a cselekményt téves eszmékkel és érzékcsalódásokkal járó hasadásos elmezavar heveny állapotában követte el, amely miatt pedig képtelen volt a terhére rótt cselekmény következményének felismerésére, vagy a felismerésnek megfelelő magatartás tanúsítására. A vádlott jelenleg is fennálló kóros elmeállapota alapján tartani kell attól, hogy megfelelő gyógykezelés hiányában hasonló jellegű bűncselekményt követne el a jövőben, ezért kényszergyógykezelésének elrendelése mindenképpen indokolt. A tanács elnöke elmondta, mivel a vádlott kóros elmeállapotban követte el a gyilkosságot, ez kizárja a büntethetőséget. A felmentést és a kényszergyógykezelést a vádlott, az ügyvéd és az ügyész is elfogadta, így az jogerőre emelkedett. A kényszergyógykezelés szükségességét fél évente vizsgálják majd felül. Nem ért egyet az oktatási államtitkár törvényjavaslatával Dúró Dóra, a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke. A kedden benyújtott javaslat szerint a KLIK lenne minden oktatási intézmény működtetője és fenntartója is. 56 tankerület munkáját irányító szervként fogná össze a Klebersberg központ. A javaslatot a Kulturális Bizottság tárgyalja majd, amelynek kihelyezett ülését szerdán Nyíregyházán tartották. Most még vegyes, állami és önkormányzati fenntartásban működnek az iskolák Magyarországon. Az oktatási államtitkár keddi javaslata szerint azonban nyártól az állam lenne az intézmények működtetője és fenntartója is. Egy irányítószerv, Klebersberg központ néven fogná össze az 56 tankerület munkáját. A törvényjavaslatot az Országgyűlés Kulturális Bizottsága tárgyalja majd. Dúró Dóra elnök szerint azonban nem ez lenne a megoldás az oktatás helyzetének javítására. Az az alapvető kérdés, hogy van-e olyan iskola, amelyik jobban tud működni önkormányzati fenntartásban, mint állami fenntartásban. A mi álláspontunk szerint igen, van olyan iskola, amelyik jobban tud működni önkormányzati fenntartásban, ezért nem, hogy még a működtetést is el kéne vonni az önkormányzatoktól, hanem a fenntartásban is meg kéne nyitni újra azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatok is fenntartói lehessenek az iskoláknak. Itt számos olyan kérdés felmerül, amelyre a politikának választ kell adni, a szakmai szervezetek bevonásával kellene kialakítani azt a szempontrendszert, ami alapján az önkormányzatok visszakaphatnák az iskolákat. A Magyarországgyűlés Kulturális Bizottsága szerdán Nyíregyházán tartotta kihelyezett ülését. Ennek egyik fontos napirendi pontja volt, hogy hogyan lehetne csökkenteni az országon belüli oktatási különbségeket. Foglalkoztak a szegregáció kérdésével és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, amelyre az elmúlt időszakban 160 milliárd forintot fordított a kormány. A kihelyezett ülések az adott város és a megye szempontjából is fontosak. Nyíregyháza oktatási élete milyen, mennyire kultúra szerető a város, milyen a sportélet, hogyan lehet itt egy élhető várost kialakítani. Tulajdonképpen ennek a kihelyezett bizottság ülésnek, bár lesz napirend módosítás, lesz olyan, amikor érdemben is fognak dolgozni a képviselők, de az a célja, hogy itt Észak-Kelet Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán bemutatkozzunk, hogy milyen itt az oktatási, kulturális sportélet. Nyíregyháza és térsége dinamikus fejlődést mutat az elmúlt években, a Modern Városok program egyik települése, emelte ki Vinnai Győző köszöntő beszédében.
Ez a pozitív változás több területen is megmutatkozik, többek között az oktatásban, a kulturális életben, a sportban és a turisztikában, tette hozzá az országgyűlési képviselő. A fiatalok társadalmi aktivitását, nyitottságát erősíti egy új nyíregyházi közösségi tér. Az átadó ünnepségen elhangzott, az ifjúsági munka és az önkéntes tevékenységek támogatásával, módszertani fejlesztésével foglalkoznak majd, de az a legfontosabb, hogy a fiatalok jól érezhetik majd magukat az új helyen, és hasznosan tölthetik el szabadidejüket. Egyelőre csak két bicikli áll az új nyíregyházi ifjúsági közösségi tér előtt, pár nap múlva már akár több tucat is parkírozhat itt. Az épület május 19-én pénteken nyitja meg kapuit a nagy közönség számára, mondta az Új Nemzedék Központ ügyvezető igazgatója a közösségi tér hivatalos átadóján. Süveges Antal Pál kiemelte, országosan 20 hasonló helyet nyitnak meg. Ezek a kontaktpont irodahálózaton alapuló közösségi terek, ami arra a felismerésre próbál válaszolni, hogy az ifjúságnak, az ifjúsági közösségeknek legyen helye olyan helyen találkozni, ahol nem kell fizetni, nem kell fogyasztani, nincsen fogyasztási kényszer, és hogy egyben felkészült szakemberek tudják az ő igényeiknek megfelelő válaszokat megadni, illetve programokat szervezni számukra. Az Új Nemzedék Közösségi Tér átadóján megyei közgyűlési képviselők, az ifjúságot segítő civil szervezetek vezetői, a nyíregyházi alpolgármester és diákpolgármester, valamint fiatalok is részt vettek. Végzős diák vagyok, most érettségizek, az érettségi küszöbében állok, és hát meg hát van a szóba, és ez egy teljesen új hely, és rengeteg lehetőség van, hogy megmutassuk a kreativitásunkat, akár tudunk csocsózni, és pingpongozásra is lesz majd lehetőség, partikat szervezhetünk, akár jobb, mint a kocsmában ülnénk, mert összekovácsoljuk itt a csapatot. 10 órától 18 óráig várják a fiatalokat, de külön egyeztetés alapján akár tovább is nyitva tart a nyíregyházi közösségi tér. Ha este 8-tól szeretnének egy beszélgetőkört tartani, vagy bármilyen tevékenységet, akkor rendelkezésre áll a tér nekik 8 óra után is. Olyan programokat próbálunk meg szervezni, amelyek a fiatalok ötleteire épülnek, a fiataloktól jönnek az ötletek, és pont az őket érdeklő dolgokat, őket érdeklő rendezvényeket fogunk itt a térben megvalósítani, de ha már kész ötlettel érkeznek, kész rendezvénytervel, akkor azt helyet biztosítunk nekik, és teljesen segítjük, hogy ezt meg tudják valósítani itt a térben. James Taylor művét az Ink a Cappella együttes énekelte a megnyitón, a közösségi térben akár hasonló koncerteket is szervezhetnek majd a fiatalok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valamivel több mint 230 ezer bevallást vár a NAV május 20-án éjfélig. A jogvesztő határidő nem csupán a bevallások benyújtására, de az adó befizetésére is vonatkozik. Amennyiben az adó 1+1%-áról is rendelkezni kíván a magánszemély, szintén május 20-áig teheti meg, akár a bevallástól függetlenül is. Eddig 160 ezer bevallás érkezett be a megyéből, elektronikusan több mint 70 ezer adózó teljesítette eszi a kötelezettségét. Akik az utolsó napokra hagyták a bevallást, azokat 18 óráig várják a NAV központi ügyfélszolgálatán Nyíregyházán. A vidéki kirendeltségeket a megszokott ügyfélfogadási időben kereshetik fel az adózók. Idén is több ezer embert várnak a Bátori Nyár programjaira Nyírbátorba. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elvesztette tavaszi idegenbeli veretlenségét a Kisvárdamasztergúd. A labdarúgó NB2 27. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sós Imre együttese 4-2-re kikapott Balmazújvárosban. Idén is több ezer embert várnak a Bátori Nyár programjaira Nyírbátorba. Június 1-től egészen augusztus végéig koncertek, hangversenyek, gasztronómiai programok és fesztiváli hangulat várja a látogatókat. A
Az egyik legtöbb vendéget vonzó rendezvénye Nyírbátornak a Szárnyas Sárkány Fesztivál. Az utca színházi találkozón minden évben több hazai és külföldi társulat előadását láthatják az érdeklődők, valamint bábjátékok, cirkuszi produkciók és koncertek is várják az ide látogatókat. A többnapos fesztivál évről évre több ezer vendéget vonz, így a város életében fontos szerepet játszik. Idén már 24. alkalommal rendezik meg a Szárnyas Sárkány Fesztivált. Itt lesz a Paprika Jancsi csúzlizdája, a Barta Tuni Bábszínháza, de nagyon sok olyan zenekar lesz, akik igazándiból egy picit átmegyünk a világzenei stílus felé, világzenei fesztivál hangulat felé, tehát Koszapolszka például jelen lesz, de nagyon sok olyan zenekar, akik hangulati elemként, tehát emellett nagyon jól lehet majd mindenféle finomságokat enni, inni, jól érezni magunkat a fesztiválon. A Szárnyas Sárkány Fesztivál azonban csak egy szelete a programoknak, a bátori nyár idei rendezvényei rendkívül változatosak. Előadást tart Müller Péter, fellép a nyírbátori koncertfúvós zenekar, valamint lesz lovas, gasztrofesztivál és éjszakai fürdőzés is. Fellép továbbá a ma már világhírű Experidance, amelynek 150 tagja között helyi táncost is felfedezhetnek a művészetkedvelők. A programokról tartott sajtótájékoztatón bemutattak egy kis filmet is, amelyben összefoglalták, miért érdemes ellátogatni Nyírbátorba. A városban évtizedek óta fontosnak tartják a kulturális programok megszervezését. Egy több mint 700 éves településről van szó, ami páratlan műemlékekben büszkélkedhet, vagy műemlékekkel büszkélkedhet, és ez a történelmi múlt is adja azokat az adottságokat, amelyeket évtizedek óta követ Nyírbátor, hogy egy ideális kulturális kisváros legyen a megye palettáján. Nyírbátorban jeles jubileumot is ünnepelnek az idén. 50. alkalommal rendezik meg a nyírbátori zenei napokat több helyszínen. Itt a Minorita templom udvarán fellép majd a Liszt Ferenc kamarazenekar. A látogatók itt megtekinthetik a felújított műemlék épületet, amelyben nemrég fejeződtek be a restaurálási munkák. Most már a mellékoltárok és a szószékek is régi új pompájában láthatóak a Minorita templomban. A megújult református templomnál térzene szórakoztatja majd a nagy érdeműt, itt a bátori várkastélyban pedig egy szlovák zenekar mutatkozik be. Ezen a helyszínen a történelem kedvelők a középkor egyik legbefolyásosabb családjáról tudhatnak meg érdekességeket, a panoptikumban ugyanis a bátori família életébe nyerhetnek betekintést. 8. születésnapját ünnepelte Nyíregyháza egyik legnagyobb belvárosi bevásárlóközpontja. A szombati rendezvényen gyermekprogramok, színes lufik és fejlesztő játékok várták a gyermekeket. A bevásárlóközpont előtti nagy színpadnál a közönség az eső ellenére is kitartott. Először a Karma Pirin koncertjén, majd az eső elállta után Tolvaj Reni, végül pedig a Magna Cum Laude szórakoztatta az érdeklődőket. Az időjárás nem kedvezett annyira nekünk, de úgy gondolom, hogy a programok nagy részét azért meg tudjuk tartani. Nagyon örülünk annak, hogy az eső ellenére is sokan eljöttek hozzánk. A korzóról egy-két szót. Tudtuk növelni a látogatószámunkat, és naponta most már 12 ezer főnél is többen látogattak meg minket, és úgy gondolom, hogy a Magyarországon a kiskereskedelmi trendnek megfelelően a bérlőink nagy része is tudja növelni a forgalmát. Úgyhogy optimisták vagyunk, és az új arculatunkkal nagyon pozitívan nézünk az év második részére. Elvesztette tavaszi idegenbeli veretlenségét a Kisvárdamasztergód. A labdarúgó ND2 27. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sós Imre együttese 4-2-re kikapott Balmazújvárosban. A tabellán negyedik várdaiak szombaton a harmadik helyezett Zalaegerszeg otthonában lépnek pályára. Szakadó esőben a Kisvárda kezdte jobban a mérkőzést, az első szűk fél órában a hazaiak el sem jutottak Ribánszki kapujáig. Éppen ezért volt váratlan a 28. percben született Balmazújvárosi gól, amit 3 perccel később egy újabb követett. A 34. percben büntetőhöz és emberelőnyhöz jutottak a vendégek. A 11-est erős értékesítette, a létszámfölény pedig az 54. percben Papucsek fejesével érett góllá. Támadott a Kisvárda, de Cseri csak kapufáig jutott, míg a másik oldalon a 82. percben egy kontrából gólt lőtt a házigazda, a hosszabbításban pedig végleg eldöntötte a meccset a Balmazújváros.
A mérkőzést úgy kezdte a csapat, ahogy szerettük volna, hiszen az ellenfél az első 20 percben talán elsőtt a félpályán. Aztán sajnos egy óriási hiba után kaptunk egy pontrugást követően gólt, amire külön készültünk a héten. Aztán jött még egy nagy egyéni hiba, és hát a csapat erejét mutatja, hogy innen azért fel tudtunk állni. Sikerült ugye egyenlíteni, a végén már ugye emberelőnyben voltunk, de sajnos az emberelőny szituáció sem jött ki, hiszen annyira állt a pályán a víz, hogy lelassította a labdát, és ezáltal nem tudtuk azt a gyors játékot játszani, ami kellett volna ahhoz, hogy esetlegesen az ellenfél a védelmét meg tudjuk kellően bontani. Ez a talaj természetesen a védekező csapatnak kedvezett, és hát a mérkőzés végén, amikor már mindent egy lapra feltéve mentünk a győzelemért, ugye egy szituációt követően kapufáról jött ki a labda, az ellenfél viszont ki tudta használni a mi következő óriási egyéni hibánkat, és ezzel megnyerte ezt a mérkőzést. A forduló további eredményei Vác-Soroksár 0-4, Zalaegerszeg-Szeged 1-1, Siófok-Budaörs 1-2, Mezőkövesd-Szigetszent Miklós 2-0, Szolnok-Csákvár 0-1, Dunaújváros-Ajka 2-2 és Sopron-Gyirmót 1-3. A tabella élén a már bajnok Gyirmót áll 59 ponttal, megelőzve a 48 pontos Mezőkövesdet és az egyaránt 46 pontos Zalaegerszeget, valamint Kisvárdát. A Kisvárda szombaton Zalaegerszegen vendégszerepel. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. A földművelésügyi miniszter segítségét kéri a megyei közgyűlés a fagykárt szenvedett gazdák érdekében. Erről fogadott el előterjesztést mai ülésén a testület. Ellenzéki javaslatra nem csak a gyümölcstermesztők, hanem a méhészek is számíthatnak kárfelmérésre. A megyében a jelenlegi adatok szerint leginkább az alma és a megy károsodott. A termőterületek 10%-a fagyott le április 21-e és 23-a között. Felmentette a bíróság azt a férfit, aki akár életfogytig tartó büntetést is kaphatott volna, mivel megölte édesapját, valamint életveszélyesen megsebesítette édesanyját és nővérét. Az eset 2014. decemberében történt Fábiánházán. A vádlott kezelés alatt álló pszichiátriai beteg, aki a gyilkosság idején nem szedte a gyógyszereit. A nyíregyházi törvényszék elrendelte a férfi kényszergyógykezelését, az ítélet jogerős. Nem ért egyet az oktatási államtitkár törvényjavaslatával Duró Dóra, a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke. A kedden benyújtott javaslat szerint a KLIK lenne minden oktatási intézmény működtetője és fenntartója is. 56 tankerület munkáját irányító szervként fogná össze a Klebersberg központ. A javaslatot a Kulturális Bizottság tárgyalja majd, amelynek kihelyezett ülését szerdán Nyíregyházán tartották. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 18-án, szerdán. Friss hírekkel csütörtök este várjuk majd Önöket, műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnaptól melegszik az idő. Az eddigi északias áramlás délnyugatira fordul, amellyel változó nedvesség tartalmú, a magasban napról napra melegebb levegő érkezik fölénk, emiatt erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel változóan felhős idő várható, záporeső előfordulhat, a nyugati szél eleinte még többször megélénkül, majd mérséklődik. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, záporeső előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás kezdődik térségünkben. Pénteken még lehetnek felhősebb időszakok és záporok is, de a hétvégén már napos, nyáriasan meleg időre számíthatunk. A jövő hét elején hidegfront éri el térségünket, emiatt a hét első felében változékony idő várható záporokkal, zivatarokkal, és átmenetileg visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is.